ne hagyjunk soha saját értékeinket lefedni semmivel. Ami azt jelenti, hogy adva van a 20. században egy valódi nemzetgyilkossági kísérlet. Ez pedig Trianonban történt. Hallunk róla? Nem. Hallunk egyáltalán nemzetgyilkossági kísérletről? Igen, de nem a magyarról. És akkor csak ennyit mondtam, tessék számolni az éveket. 1933-at írunk. Onnantól 1945-ig történtek valóban csúnya dolgok. Kétségtelen csúnya, emberellenes dolgok. Számoljuk meg, hány év volt ez. 12. Most számoljunk 1920-tól, pedig nem 20-ban kezdődött, 18-ban már elkezdődött. 18-tól 2005-ig, és nincs vége. Most ez hány év? És akkor most számoljunk áldozatokat. Most akkor itt mi történik? Teljesen egyértelmű lefedésről van szó. Egy valamiről szabad beszélni, de úgy, hogy unosuntalan, úgyhogy akármilyen csapot nyitok meg, dől belőle, és egészet nem kell ezt nevénnel, mindenki pontosan tudta. Nem kell, lehetne bármi, lehetne tigitagi nyamnyamoknak egymást írtó, mit tudom én, gyülekezeti alkalma. Hát itt két választott nép írtotta egymást. Hát egyetlen tétje volt, melyik a választottabb, az árja vagy a zsidó? Ennyi volt a tétje. Ehelyett nem őket okolják értem, bennünket okolnak érte. Hát erről van szó. Le van fedve valami, egy tényleges bűn, egy olyannal, ami az ő dolguk. Tessék egymás közt tisztázni. És aztán még hozzátettem, hogy ez magyar vonatkozásban, ez 1944 márciusától december közepéig. Itt már csak hónapokban számolhatom. És mit hallunk erről? Hát egyfolytában, és azóta. Tehát itt valami óriási szereptévesztés van, és ezt egy anya nem hagyhatja említés nélkül. Mert nem tudják a gyerekek, hogy miben bűnösök, és hogy milyen mértékig bűnösök. És akkor merészeltem megemlíteni, hogy egyébként tipikus esete volt a lefedésnek az, amit eddig hallottunk, ugyanis nekünk vannak saját hőseink, azoknak vannak csodálatos mondatai, nem szorulunk sem Józsuére, sem Gedeonra, sem. Olyan taps vihar tört ki, hogy egyszerűen hihetetlen volt. Semmiféle provokatív szándék nem volt, illusztrálni szerettem volna, és utána mondtam, hogy egyébként még egy példánk van rá. Amikor 56-ban kiderült, hogy egy spontán forradalmi megmozdulás tényleg megrendítheti a világ aljas erői által összetákolt építményt, abban a pillanatban lefették. Mivel? Suezzel. De mondom, ne legyenek illúziónk, nem Suez a címszó. Az csak nekünk van beadva. Hanem akik intézik, azokat kell. Először csak szépen megirányozni, majd utána felelősségre vonni. Egy biztos, mindig lefedik azt, ami a valódi, valamivel, ami nem valódi, de látszat szerint olyan, mintha hasonló lenne. És azzal telenyomják a fülünket, és nem tudunk figyelni az igazira. És ezt minden anya kötelességszerűen bizony közölni a gyermekeivel. És akkor valamit azért, hogy nehogy nemzeteket vagy népeket kezdjünk el gyűlölni. Ténykérdés, hogy amikor 1920 előtt évekkel, tehát már lezárult az első világháború, és két éve volt az úgynevezett győztes hatalmaknak, tehát az Antantnak, hogy kidolgozzanak egy új világ, ahogy ők meghirdették, ennek az alapjait kidolgozzák. Na most ők azt csinálták, hogy a legnevesebb tudósaiknak kiadták a feladatot, hogy véleményezzék azokat a terveket, amelyek addig beérkeztek. Hát amelyeknél Románia ugye a Tiszáig terjedt volna, akkor nem tudom én, Balatonig valahol, Csehszlovákia, bocsánat, és így tovább, és így tovább. Tehát ezeket aztán úgy tudjuk, hogy a harcok folytán azért ezek úgy hullámoztak, ezek a határok, de mondjuk a mainál valamivel kedvezőtlenebbek voltak, nem sokkal, valami egészen minimálisan. És ezeket véleményezzék. Na most ezeket a véleményeket magyarra fordítva lehetett olvasni egy könyvben. De ezt a könyvet nem publikálják, nem teszik közzé, ez egyszer megjelent 90-ben vagy 91-ben, ezt Kollányi Károly írta,
Én sokszor hivatkozom rá, Kollányi Károly, és az a címe, hogy a Kárpát-medence Európában. Ebben szoktam szó szerint is idézni. Most ennek az első fele, az a szó szerinti fordításai azoknak a szakvéleményeknek, amelyeket a legkiválóbb akkori francia, angol, olasz és amerikai, tehát mind a győztes hatalmak oldalán lévő nemzetekről van szó, ezeknek a legkiválóbb geológusai, földrajztudósai, történettudósai és mai szóval élve politológusai adtak szakvéleményként, tehát nevükkel együtt, méltóságukkal, hivatalukkal együtt. Döbbenetes olvasmány. Egyetlen egy sincs közülük, amelyik javasolta volna a Kárpát-medence felosztását. Egyetlen egy sincs közöttük. Mindegyik figyelmeztet arra, hogy ez ha vallásos azt mondja, hogy a Jóisten által, ha nem, akkor azt mondja, hogy természet által egy olyan egységnek teremtett a földrajzi képződmény, aminek nincs párja. Tehát ilyen az egész európai kontinensen nincsen, ők Európában gondolkoztak akkor, hanem hozzá csak az angliai, tehát a nagy-britanniai szigetország vethető össze vele, amelyiknek szintén természetes határai vannak, tehát hogy úgy mondjam, hát a Jóisten teremtette olyannak, amilyen. De sok egységesebb a Kárpát-medence minden tekintetben. Tehát a folyók befelé folynak, mindegyikben ered, és ugye az átfolyó Duna szedi föl őket, tehát amelyik átfolyik rajta, és kifelé megneveznek két-három pici, egészen pici kis folyó megy csak át a Kárpát, vagy jelentéktelen. Egyébként mind befelé jön. Megvannak pontosan, hogy melyik. Tehát ezek nagyon szépen ott vannak. Na most továbbá a történészek hivatkoznak rá, hogy nincs még egy ilyen állandó határ az európai kontinensen, mint a Kárpátok vonulata. Nincs, megközelítőleg sem. Minden ország határ, ami itt az elmúlt 1200 évben kialakult, mindegyik sokkal rövidebb időszakra volt érvényes. Erre egyébként egy francia térkép még a legutóbbi időkben is fölhívta a figyelmet, tehát ezek olyan dolgok, amiket ők tudnak. Minden esetre a politológus vagy annak megfelelő képzettségű, pedig ezek mind nagy hírű, nem is kutatók, ezek már professzorok. Tehát az pedig figyelmeztetett rá, hogy a tervezet szerinti új országokban, tehát Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában, tehát Szerb-Horvát Királyságban, mindegyikben rosszabb lesz az aránya, de jelentősen rosszabb lesz az aránya a nemzetiségeknek, mint a Magyar Királyság területén. Jelentősen rosszabb. Tehát nem, hogy javulna a nemzetiségek helyzete ebben a régióban, hanem kifejezetten romlik, nagy mértékben romlik, és ez újabb konfliktusok forrása lesz. Most ez azt jelenti, hogy aki Hitlert vagy a körét hibáztatja a második világháborúi, az tudatosan csal. Méghozzá nagyon nagy mértékben csal. Azok a felelősek, akik ezt a nyilvánvalóan aljas és minden természettörvényt és egyéb társadalmi törvényt fölrugó 1920-as Versailles-i, illetve hát a mi részünkre ez ugye a Versailles-i egységből a Kis Trianon palotában aláírt diktátum, ennek a létrehoz ezek a felelősek, és az összes további vérengzésért, elhurcolásért és a többiért, és tudatosan csinálták. Na most abban ott vannak az előzmények, pontosan, hogy melyik újságírók név szerint voltak azok, akik ezt előkészítették, tehát tudjuk, hogy kikről vannak szó, vagy van szó. Mindnek jogutódja működik mai napig. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs elbújás, nincs teljesen tiszta az ügy, minden pontja 1849-től 1914-ig a szabadságharc után legfényesebb magyar nevet módszeresen mocskolták be. És tudjuk, hogy kik, tudjuk milyen megrendelése, és azok ma is hatalmon vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a könyvet vagy azonnal fölvásárolták és bezúzták, vagy egyszerűen szétkapkodták az emberek, mert egy hatalmas tanulsághoz rejlik benne. Minden esetre ma már réges-régen nem lehet kapni. Akik érdeklődtek utána, kiderült, hogy már nincs a kiadója sem. A kiadó megtagadta a felvilágosítást. Tehát azt jelenti, hogy tudják az emberek.
tudják, hogy itt le vannak leplezve. Most ezeket azért kell tudni, mert a gyerek nem lehet bizonytalanságban a tekintetben, hogy ő rosszat tett vagy jót. Ez mindenféle pedagógiának az alapelve. Nem lehet bizonytalanságban hagyni a tekintetben, hogy amit tett és amit ő sír a testvére, az valódi rossz tett volt, vagy véletlenszerű baleset volt, ezt igenis az anya kell, hogy közölje vele. És megfelelő súllyal kell közölje vele, úgyhogy ő emlékezzen is rá. Tehát igenis mindegyik románnak joga van ahhoz, hogy román nyelven lehetőleg részletesen és jól érthetően tudomására hozzuk, hogy mit vétett. Nem ellenünk, az emberiesség ellen. Tehát végre már rá kell döbbenni, nem a magyarság a vesztese ennek, az emberiség a vesztese. És ezért van az, hogy mi ugyan minden nemzedékben kell, hogy figyelmeztessük bennünket, mert ez igenis szülői kötelességünk. Nem lehet abba hagyni a figyelmeztetést, de jóvá tenni csak ők tehetik jóvá. Na most én visszamenőleg, ugye készülve erre a beszédre, elolvastam az Ilyen vastag Trianon könyvet. Nem tudom, hogy került a kezünkbe. A mellébeszélés mesterműve. Minden, ami nem lényeges benne, van részletesen, ami lényeges lenne, annak nyoma sincs benne. Ugyanis mi a lényeg? Érdemes beleolvasni. Elolvasni, nincs az a normális ember, aki ezt végigolvasná. Tudjuk, a lényeg mi? Amikor már nyilvánvalóvá vált, azt talán mondom sem, hogy ezeket a szakvéleményeket azonnal szemétkosárba vágták. Soha egyetlen hivatkozás egyikre sincs a békediktátum megfogalmazására, de a német békeszerződésében sincs. Tehát azt jelenti, hogy ennek semmiféle nyoma nincs, és csak azért hivatkozom rá, hogy érezzük, itt nem a francia mint olyan a bűnös, nem az angol mint olyan a bűnös. A más kérdés, hogy mára már azzá tették, mert nem közölték vele, hogy milyen fokú és miben rejlik a bűne. Na most vétkesek közt cinkos, aki néma. És már eddig bizony lett volna alkalma a világ valamennyi államának hivatalosan tiltakozni visszamenőleg a békediktátumról. Egyetlen egy sem tiltakozott. Mit jelent? Már a valamennyi állama a maga államiságában bizony cinkosa ezeknek a gonosztevőknek. Mert lett volna alkalma, és nem élt vele. Hát ne felejtsük, az ENSZ-ben minden információ együtt van. Az ENSZ-ben minden ENSZ tag egyforma jogú, egyforma esélye lenne arra, hogy tiltakozzon. Nem tiltakozott. Tehát itt most már a saját presztízs védelméről is van szó, és azt ne felejtsük el, hogy ezek a szövegek, hogy minek kell a múltat fölhánytorgatni. Most elnézést, ez a szó, hogy holokauszt véletlenül nem ismerős? Miért? Akkor az nem felhánytorgatás? Akkor itt miről van szó? Mert tulajdonképpen most miről beszélünk? És mint hallottuk, ugye az nem évül el az a bűn. Miért csak az a bűn nem évül el? De miért csak? Hát hivatalosan nyilatkozza Izrael miniszterelnöke a németeknek, most nem tudom éppen milyen fórumon, de én magam hallottam a fülemmel, hogy nincs megbocsátás. Na most erre egyetlen reagálás van minden normális nemzetrész, hogy ja, bocs, hát akkor nem is fog többet bocsátot kérni. Hát ha előre tudom, hogy nem bocsátasz meg, hát le vagy tolva, már elnézést. Hát akkor most én itt szórakozom itt. És akkor nemzedékről nemzedékre mindenki újra bocsátot kér, mikor úgy is tudja, hogy nem fognak megbocsátani. Hát na maradjatok magatoknak, szórakozzatok, hogy akartok. De az, hogy az ő fájdalma közügy, az enyém meg nem. Hát hogy képzelitek ti azt? Hogy az nem évül-e, az enyém meg már tártalan. Mióta tártalan? Kaptunk bármiféle kárpótlást ezért? Kaptunk bármiféle tudomásul vételét annak, hogy itt a világra szólog az emberség történt? Soha. Semmi. Na most ebben a kiadványban, de lehet, hogy nem is ebben, még az is lehet, hogy nem ebben, elolvastam, hogy amikor visszatért a felvidék, lehet, hogy nem is ebben olvastam, meg Erdély, hát kíváncsi voltam, hogy a napi parancs, amit az akkori honvédelmi miniszter és a legfőbb hadúr, tehát Horthy Miklós, mint kormányzó adott ki, hogy szövegeztek. Miért kíváncsi az ember? Mert tudjuk, hogy egy Benes dekrétum például mit tartalmaz. Tehát van mivel összevetni.
Hát szó sincs semmiféle megkülönböztetettségről, hogy hát innentől kezdve a román az nem számít állampolgárnak, és nincsenek velünk egyformák. Semmi szó nincs ilyenről. Megtévesztett Tóth testvéreinkről van szó. Szó sincs semmi, sőt a leghatározottabban visszautisít mindenféle atrocitást. Semmilyen ürüggyel nem engedélyez. Most ezt tessék a Benes dekrétum mellé tenni. Ez pontosan mutatja, de minden nyelvre lefordítva. És tessék oda tenni az ENSZ-ben minden képviselőnek az asztalára. Hát ezt mi össze tudnánk dobni a pénzt erre? Hát hogy az államnak nincs erre pénze? És akkor még egy-két érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy Horthy Miklós, akit mi véres szájú diktátornak, fasiszta hóhérnak és minden egyébnek tanulunk, és még ma is lekaparják a nevét föliratokról, az mire büszke, mit hangsúlyoz? Hogy egyetlen puskalövés nélkül békés úton sikerült visszaszerelni területet. A leghivatalosabb, legmagasabb szintű nyilatkozat. Nem tudom érthetően. Ugyanakkor elfelejtjük, nem Hitler adta vissza nekünk, egyiket sem. Szó sem volt róla. Ott egy tárgyalás volt, tárgyaló felek ültek egymással szemben, és végig szerződést fogalmaztak. És teljesen pontosan azokat a határokat jelöltek meg, amiket a Wilsoni egyezmény értelmében már 1920-ban meg kellett volna jelölni. Tehát ahol valóban etnikum határok voltak. Nem tudom, itt ezt elmondtam korábban, hogy ez annyira feltűnt azoknak, akik 1938-ban a Müncheni egyezményt összeállították, hogy amikor a magyar külügyminiszter, ő akkor Csáki volt, most hirtelen a másik neve nem jut eszembe, István volt, ha jól emlékszem, amikor ő ezt a térképet bemutatta, hogy ez Teleki Pál állított össze, tehát az ő mai napig érvényes nemzetiségi összeírása alapján, vagy térkép alapján történt, és ilyen volt a határ. Mert ha volt egy Tóth település, akkor bekanyarították. Ott megint kiemelkedett, és erre az akkori külügyminiszter, aki Olaszországot képviselte, ez Csánó volt, Ciánónak írta le. És az megnézte, és szemtanú írja le, ez a Péteri, hirtelen nem jut eszembe, azt hiszem, talán József volt a másik neve, aki jelen volt ennél, és megírta az emlékiratait. Azt mondja, hogy az a Csánó ránézett erre a térképre, és azt mondta, hogy hogy akarnak ilyen határt védeni? Hát ez védhetetlen határ. És akkor azt mondta neki, Csáki, mi nem akarjuk védeni ezt a határt. Mi békében akarunk élni a szomszédban, semmiféle érdekellentétünk nincsen. Mi ebben a hazában éltünk 1000 éven keresztül, ugyanolyan fiai ennek a hazának, mint mi, ha most ők ahhoz ragaszkodnak, hogy határ legyen körülöttünk, hogy legyen olyan határ, hogy tényleg a saját falvaik a saját nyelvterületeken maradnak. Semmi, de négyzetcentiméter nem kérünk. És erre mit csinált Csán? Azt mondja, maguk megőrültek. Tehát az ő gondolkodásában nem fér bele. És akkor fogta a ceruzáját, és így behúzta. Tehát kiegyenesítette a határt. Most ettől nem lett igazságtalanabb, csak értelmetlenebb lett. Tehát mert innentől már nem a kölcsönös megbecsülésen alapul a határ, hanem abban, hogy balról vagy jobbról hogy lehet védeni. Tehát ez már teljesen értelmetlen a dolog, mert körülbelül ugyanannyi magyar került a túloldalra, mint ahány Tóth az idei oldalra. Tehát semmi értelme nem volt ennek. Csak újabb feszültségek forrása volt. Egyszerűen képtelenek megérteni, hogy ez a folyamat, amelyik a visszatért országrészeket visszafogadta, semmivel többet nem követelt, és azt is csak békés úton, mint amennyi tényleg megilletett bennünket. De a maguk által, tehát a Wilson által megfogalmazott elvek szerint. Na most erre szokták mondani, de az 1941-es Jugoszlávia elrohanása, bocsánatot kérek, megint tévednek. Tessék utána nézni a tényeknek. Tehát megnézni, hogy melyik volt az a nap, amelyen bejelentették a magyar parlamentben, hogy elfoglalják ezeket a déli területeket. Az előtte lévő nap bejelentette hivatalosan Horvátország az önállóságát, és elszakadását Szerbiától. Ez mit jelentett? Én hiába kötöttem meg korábban örök meg nem támadási és barátsági szerződést Jugoszláviában, nincs többet Jugoszlávia, nem tudom érthető-e. Tehát nem mi szektünk meg szerződést, és ilyen ostobaságot, hogy Teleki Pál emiatt öngyilkos, először is nem lett öngyilkos, teljesen egyértelmű, hogy a Gestapo nyírta ki, pontosan le van írva, hogy milyen módszerekkel, semmi oka nem volt öngyilkosnak lenni. Semmit nem szektünk meg.
Itt egyszerűen arról volt szó, hogy Teleki Pál nagyon pontosan tudta, hogy itt most a délvidék visszacsatolásának ára lesz, és például Bánátot nem is engedte magyaroknak megszállni Hitler, hanem az saját maga szállta meg. Tehát itt szó se volt arról, hogy a délvidék visszatér, hanem kaptunk egy ilyen kis háromszög alakú területet, ami aztán különlegesen védhetetlen volt, pedig onnan aztán tényleg fenyegetett támadás. Tehát mindesetre az, ahogyan nekünk ezeket a kérdéseket tárgyalják, itt még a vesszők is hazugok. És ahogy az ember úgy folyamatosan tárja föl a tényeket, aminek mindegyikről dokumentum van. Tehát ez nem olyan, hogy na ma megint magyarkodik. Hát nem, hát most csekedem például. Hát mi az, hogy magyarkodik? És a cseh az mit csinál? És a cigány cigánykodhat? Én meg nem. Hát miért is oda idiótaság ez? Tehát minden esetre egy biztos, hogy ezek a dolgok teljesen egyértelműen lefektetett tények. Ezeket csak meg kell ismerni. Na most megint visszatérve, persze én ennyit messze menően nem mondtam, ezt most már most mondom ennek a társaságnak, tehát sokkal hamarabb befejeztem. És hát kellően szőrmentiben, meg ünnepélyesebb hangvétellel. Na most, amit még tudni kell, volt egy olyan záradéka ennek a békediktátumnak, aki békeszerződést mond, a Trianon az nem tudja, mit beszél. Tehát ez a két világháború közt egyértelmű megfogalmazós volt, ez egy békediktátum. Tehát szerződésnek akkor nevezhetek, ha két fél egyenlő esélyekkel ül le. De itt egyáltalán meg se hívták a magyar, nem volt képviselve. Ezek megint tények. Amikor... Békefertőzés, mivel emlegetik egyébként fertőzés, persze, hát ez olyan, mint a gengszterváltás. Hát tudjuk, hát ezek önmagukban... Na most nagyon lényeges a következő. Szerződésnek ezt semmiképpen nem lehet nevezni. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor már mindent készre fogalmaztak, akkor aláírásra hívták meg. És akkor volt az, hogy Apponyi Albert, aki jól beszélt angolul is, franciául is, németül természetesen, magyarul, és egy olyan védőbeszédet mondott, hát aminek tényleg csodájára jártak. És már olyan volt a hangulat, hogy tényleg új. És akkor volt az, hogy azonnal lezárták az ügyet, sőt, hát tulajdonképp házi őrizetben tartották őt magát is, mint ismeretes. És teljesen figyelmen kívül hagyták, ahogy a saját szakembereket teljesen figyelmen kívül hagyták, úgy az ő felszólását is. És azzal jött haza, hogy akkor lemond erről, mert semmi esélye nincs ezek után, hogy az emberiesség, az eszélyesség, tehát az észszerűség nagy igazság, kedves egészsége. És egyáltalán bármi, ami az igazsággal kapcsolatos, hogy itt érvényesülni tudna, semmi esély nincs rá. És akkor végül is hogy lett ebből az aláírás? Hát ez megint egy tanulságos dolog, nem tudom, tudják-e, hogy... Mindenki elhatárolt, ő nem írja alá. És kisorsolták, tessék figyelni, kisorsolták. És ennek a két szerencsétlennek a neve jött ki. Na most ezek közül az egyik öngyilkos lett később. Hát a másik is egy ilyen skizofrén állapot, tehát egyszerűen beleőrültek. Nem tehettek más, kisorsolták őket. Rasel Lázár Alfred volt az egyik, a másik, mert most hirtelen nem jut eszembe a neve. Ezeket azért úgy érdemes megjegyezni, mert ezek tulajdonképpen áldozatok voltak. Ők pontosan tudták, hogy a világtörténelem legnagyobb gazemberségét kénytelenek aláírásukkal hitelesíteni. Miért? Azért, mert nem volt szén az országban, mindent leállítottak. Itt csecsemő halál volt, hatalmas mennyiségű menekült, nem volt nekik szállásuk. Tehát egyszerűen egy olyan blokkádot vontak körénk, hogy egy szó szerint nemzetgyilkossági kísérlet volt. Az, hogy mi itt élünk, magyarok vagyunk, és hát megint hát valamivel még mindig jobban élünk, mint a többiek, hát ez maga az isteni csoda. Hát erre semmiféle esélyt nem adtak ebben az 1920-as hát, diktátumban. Na most, ennek viszont a végkimenetele, tehát amikor az aláírást megelőző hetekben voltunk, már az Apponyi beszédén túl voltunk, akkor azért itt volt egy olyan
hogy például Clemenceau is nyilatkozott. Tudjuk, hogy Clemenceau-t a tigrisnek nevezték, ez egy, tényleg egy vadállat volt, ez emberiség torkának ugrott. Külön utálta a magyarokat, megvolt rá az oka, azt tudjuk, hogy az ő fia magyar, nem is tudom milyen, tehát grófnőt vagy bárónőt vett el. Tehát lényeg az, hogy és iszonyúan bánt vele, ezek után eljött onnan, tehát egyszer nem maradt ott ez a hölgy, eljött, de utána mégiscsak, hát ugye az esküje visszahívta, visszament, és ezt úgy büntött, hogy először is megerőszakolta az öreg tigris, erre öngyilkos lett, a fia meg beleőrült. Na most el lehet képzelni, hogy szerette ez a magyarokat. Na most az ilyenek kezébe volt a sorsunk. És ezek után kivonul ugye a román király, az udvar hölgyeivel, és fölkínálja őket. A franciák pedig élvezik a román udvarhölgyeket. De ez volt a nemes valuta. Na most ezek köztudott dolgok voltak. És még csak nem is szégyelik. Mai napig hősnőkként kezelik ezeket. Tehát, hogy érthető legyen itt, ami Galátság egyetlen összegyűlt a történelemben 1920-ig, az itt egyszer, mintha zsákból kiöntötték volna, mint kiáradt. És miután azért Clemenceau is valahol ember volt, valahol a mélyén a személyiségének, egyszer csak neki is tele lett a hócipője, és nyilatkozott. Most a nyilatkozatot nem szívesen közlik, de azért közölték már. És azt mondta, ha tudta volna, hogy ilyen hiénákkal áll szemben a románok esetében, soha nem adta volna oda nekik Erdélyt. De késő volt. Na most ezek után egy záradékot fogalmazott meg, és a záradékot bármilyen furcsa hangzik, hiába keressük ebbe az ilyen vastag könyvben. De a többiben is. Én egyetlen dokumentum a csoportban olvastam, azt hiszem, hogy Raffay Ernőnek volt valamelyik, mert neki több ide vonatkozó műve van. Na most tessék megfogóckodni, amikor figyelmeztettem Raffayt arra, hogy miért nem erre hivatkoznak. Ez egy megdönthetetlen dokumentum. Azt mondja, hogy tulajdonképpen tényleg, de hát honnan veszett ezt? Hát ma te könyvedből, hát te tőled tudom. Szóval, tényleg lehet. Tehát mondom, miért nem erre hivatkoztam? Most elmondom, hogy mi van benne. A záradék egyértelműen pontokba szedve rögzíti, hogy mik a nemzetiségek jogai az utódállamokban. Mindegyiknek, tehát Csehszlovákiának is, Romániának is, a Szerb-Horvát Királyságnak is, ha jól tudom, még Ausztriának is. A szerződéséhez, mert ők ezt szerződésnek értelmezik. Ahhoz csatolták. És következő az, tehát csak néhány pontját említem, mert ez egy elég sok pontból álló záradék. Ebben következő van. Egy. Szigorúan tilos az etnikai arányokat megváltoztatni a most hozzájuk csatolt területeken. Na most, tessék megnézni a jelenlegi etnikai arányokat és az akkoriakat. Na most, a nyelvhasználatra vonatkozó hivatalos nyelv, ha nem tudom én mennyi az a lakosság arány, akkor mind a két nyelv használta kötelező feliratokban, tehát minden, ami nemzetiség jogaival kapcsolatban, hát már akkor ugye fölmerült. Egészen tűrhető, ahogy végigolvastam, úgy néztem, hogy na ezek most megjavult adófelügyelők, vagy mi folyik itt? És az utolsó pont pedig az volt, hogy a békeszerződés nem lép érvénybe addig, amíg ezt a záradékot valamennyi utódállam a saját parlamentjében nem fogadtatja el, nem ratifikálja és nem iktatja törvénybe. Tessék válaszolni nekem arra, hogy melyikek iktatták törvénybe. Egyetlen egy sem, mai napig sem. Na most akkor tessék föltenni a kérdést, akkor érvénybe lépett ez a békvel? Nem. Akkor miért beszélünk róla úgy, mintha érvény? Az más kérdés, de itt saját maguk fogalmazták meg. Na most, ha egy Raffay tárgyal, miért nem ezen az alapon tárgyal? Az rendben van, hogy a jelenlegi külügyminiszter az olyan, amilyen, az nem fog ilyen alapon tárgyalni. Az azt nézi csak, hogy mennyit rakhat zsebre egy ilyen tárgyalás után. Tehát melyik részét tudja kiárusítani az államvagyonnak, ha még maradt egyáltalán. Tehát ezekkel nincs is semmi gond, ezek azt teszik, amiért fizetik őket. Tehát nem itt van a gond, hanem ott van a gond, hogy amikor egy Raffay tárgyal a saját könyvében nem érzi, hogy melyik az a 10 mondat, ami a lényeges. Itt vannak a gondok. És a nagy része meg az ország lakosság egyáltalán nem is tud erről az áradékról. És nem tudja azt, hogy ennek a függvényében érvényes vagy nem a trianoni békediktátum.
de nevezheti szerződésnek is. Teljesen mindegy, melyik szemszögből nézi, mert ez román szemszögből is csak akkor érvényes, vagyis nem érvényes. És miért nem ilyen alapon tárgyalunk? Teljesen más a dolgoknak a súlya, hogyha én ezt veszem alapul. Na most szoktak ki hivatkozni a párizsi békeszerződése, amelyiknek már nincs ilyen záradéka. Igen ám, de folyamatosan Trianonra hivatkoznak. Tehát vigyázat, mert ez viszont tényleg benne van mindent, hát róla szóló, már párizsi békeszerződésekkel foglalkozó irodalomban, tehát itt nincs mese. Ha Trianon nem érvényes Párizs se. Ez nem vita téma. Tehát ez azt jelenti, most egyébként olvastam legújabban, témához tartozik, egy jogász fejtegetését, ez pár oldal. Azt hiszem internetről vették le. Most a neve hirtelen nem jut eszembe, és éppen nincs nálam, amelyik a délvidéki magyarságról mutatja ki, ezek szerint ismerik. Kimutatja, hogy magyar állampolgárok mai napig. Igen. Tehát semmi szükség nincs itt arra, hogy mit tudom én, egy csótány vagy egy valamelyik bajtársa elismerje ezt. Semmi szükség nincs rá. Jogilag teljesen tiszta az eset. Tehát itt kampányolhat, ahogy akar, ez egy tény. Tehát ők mai napig magyar állampolgárok, és ő odaírja nagyon becsületesen, hogy ő a román kérdést, a szlovák kérdést nem vizsgálta közelről, de lényegileg ugyanez a helyzet. Tehát ugyanazokat a törvénycikkek vonatkoznak rájuk. Tehát a visszatéréskor 38-ban ugye a Felvidék, még 38-ban vagy 39-ben, nem emlékszem, a kárpátaljai rész, és aztán az 39 volt. Igen, és utána 40-ben volt ugye a bécsi, második bécsi döntés. Tehát az hozta vissza Erdélyt. Ugye, tehát Észak-Erdélyt, tehát tulajdonképpen csak azt a részét. Na és utána meg 41-ben volt a délvidék. Mindegyik esetben kivétel nélkül azonnal becikkelyezték a magyar parlamentet, törvényé vált az, hogy egyenjogú állampolgárok, nem volt kivétel, tehát ugyanúgy állampolgárok lettek, ugyanolyan jogokkal az azon a területen élő szerbek is. És nem volt olyan, amilyen a román, a csehszlovák, a délszláv 1921-es, mert a 21-ben cikkezték be, hogy azt mondja, egy éve van az ott lakó magyaroknak, hogy eldöntsék, hogy román állampolgárok lesznek, vagy pedig megmaradnak magyarnak. Ha egy év után is azt vallják, hogy magyar állampolgárok, akkor kötelesek elhagyni az országot. Saját szülőföldjükről kiebrudálják őket. Na most hát elég sokan voltak, akik emiatt jöttek át menekültként. Na most ezek tényleg világra szóló aljas bűnök. Tessék összevetni az 1933 és 45 közötti másféle bűnökkel. Hát súlyban el se érik, nyomukba se lépnek. Szóval itt olyan mértékű aljaságokat fednek le, hogy az ember azt mondja, most már nem, nekem kéne ezt abba hagyni. Hát nem szégyelled magad. Most azt, hogy már 20-szor eladod a hulláidat, aminek egy tized része talán a valódi. Tehát hogy képzeled te azt, hogy azzal lefedsz valamit, ami valódi sérelme az emberiségnek, és ami nagyságrendileg hatalmasabb. És amit nem lehet tovább halogatni. Tessék erre a kérdésre választ adni. Most kollaboráns az emberiség ezzel a gazemberséggel, vagy pedig azt mondja, hogy üljünk le újra, tárgyaljuk végig, mert egy tényleges sérelem történt. És ezt nem lehet hallgatni, nincs az, hogy na most persze, hogy megbocsátunk, persze, hogy nem arról van szó, hogy egy mai román, most akkor rajta elverjük a port. De tessék számára tisztázni saját nyelvén, hogy micsoda galátságok történtek. Mert ez tényleg anyai kötelesség. És bizony minden nemzedéknek újra és újra türelmesen el kell magyarázni, és egyszer majd emelkednek az emberségnek arra a fokára, hogy azt mondják, hogy hát szégyeljétek magatok a szüleim, nagyszüleim, meg azoknak a szülei, mert ez tényleg világra szóló az emberség volt, és megpróbáljuk jóvá tenni. Mert ezt csak ők mondhatják ki. És ez volt Fortinak a nagy felismerése, hogy bár katonailag akkor már olyan helyzetben voltunk, hogy be tudtunk volna vonulni. És Hitler éppen ezt akarta megakadályozni, mert neki fontosabb volt a román partnerség, mert ugye az olaj ott volt. Tehát ezért nekik is csalt. Tehát azt tudjuk nagyon jól, hogy bizony a határok megvonásánál nagyon-nagyon galádul csaltak a románok javára. De azt akarta megakadályozni, hogy katonailag foglaljuk vissza, mert akkor nem Észak-Erdélyt foglalták volna vissza. És ezért hívta össze a románokat, meg a magyarokat Bécsbe, és
próbálta egyeztetni őket. Ezt nem Hitlernek köszönhetjük, hanem neki nem köszönhetjük. Tehát éppen, hogy neki köszönhetjük, hogy nem kaptunk vissza annyit, amit magunk erejéből vissza tudtunk volna foglalni. Mert akkor már volt olyan, hát a hadsereg felszereltsége, hogy bizony be tudott volna vonulni magától is. És az a bizonyos Károly vonal, amire olyan nagyon büszkék voltak a románok, hát az értám egy kalapszarvas gombát, vagy még annyit se. Tehát lehetett tudni, hogy az mennyit ért. És azt ráadásul ott is hagyták. Tehát azt úgy kellett elbontani, egy perc alatt elbontották a honvédek. Tehát ez csak azért jó tudni, mert azért a tények makacs dolgok. A tényekkel tényleg foglalkozni kell, tudomásul kell. Én nagyon jól tudom, hogy van, aki ezt nagyon savanyú képpel veszi tudomásul. Hát nem tudom édesíteni az álmát. Tényeket tudomásul kell venni. És nem lehet végletekig hallgatni róla. Azt, hogy ez mikor válik politikai hatóerővé, itt semmit nem a politika fog eldönteni a következő évtizedekben, semmit. Semmit. Azt fog eldönteni, hogy mi valódi emberségből mennyi példát tudunk konkrétan mutatni, konkrét családként, konkrét személyként, az ő konkrét családjaiknak, konkrét személyeiknek. Itt vagy alulról újul meg a világ, vagy sehonnan. Mert ez a rablóbanda, aki most fölöttünk van, ez hálózatként működik, és teljesen minden minek nevezi magát. Ezt én már milliószor elmondtam. Az, hogy tegnap Zaharov volt, ma Zuckerman, semmi értelme nincs ebbe belakaszkodni. Ugyanaz a garnitúra. Teljesen ugyanaz. Ugyanabból a forrásból kapja a fizetését, és ugyanúgy a mi zsebünkből pótolja meg. Tökéletesen mindegy, hogy minek nevezi magát. Viszont nekünk óriási erők vannak a kezünkben, de hatalmas erők. És itt lehetett érezni Nádasdon, elég egy normális plébános, aki valóban arról beszél, amiről kell. Azonnal megjelenik a csoda, azonnal közösségé válik a falu. Itt már 10 falu együtt alakította ki. Ott van szépen felsorolva a nevük. Semmi hőzöngés, semmi tévé, rádió, és soha nem hallottam erről. Egyszer csak oda viszi az embert az útja. És ha minden 10 falu így összefogna, ez egy újabb Szent Istváni fordulat lenne. És mi az akadálya? Mit tud ebbe egy csótány beleszólni? Azt tessék nekem mondani. Tehát ezek az igazán nagy dolgok. És az a helyzet, hogy például Erdélyben jelenleg már így szerveződnek a dolgok. Már most nagyon indulnak délvidéken is, ahol a legnehezebb a helyzet, és hiába vernek meg naponta 2 magyart, egyelőre még nem ütünk vissza. Aztán majd annak is eljön a sorra. De csak figyelmeztetésként, hogy álljon meg a menet. Mert itt a megfélemlítésre van szó, teljesen nyilvánvaló. És ráadásul, hogy viselkedik egy szerb, azért ezt tessék már megtanulni. Őt ugye a koszovói részről kiszorították. Nem azt vizsgálja, hogy mi bűnt követtem el, hogy a Jóisten így ver engem. Az eszében nincs ilyet feltenni. Ne felejtsük el, 1526 után mind a két nagy felekezetnek, a reformáltnak is, meg a katolikusnak is, minden jellegzetes alakja, egy Pázmánytól kezdve egy Magyar Istvánig, mind azt firtatta, hogy mi mit követtünk el bűnt, nem az ellenség. Mi? Milyen hibát, milyen bűnt követtünk el? Tessék megkérdezni, hány szerb kérdezte meg ezt eddig? Pedig dögivel vannak papban. Több van pap, mint mit mondjak, svábbogár. Tehát ez, és mindegyik uszítja őket, de a legkegyetlenebb módon uszítja. Soha még saját magában nem keresett szerb hibát. Na de a romára ez ugyanúgy áll. Tóth mikor kereste saját magában hibát? Tehát itt azért nagyok a gondok, mert idáig föl kell tudni emelni őket. Mert ha ő nem tudja magában a hibát megtalálni, soha nem fogja tudni kijavítani. És az meg nyilvánvalóan nem megoldás, hogy akkor kiírtja a magyarokat, és akkor utána már nem lesz, aki figyelmezteti a hibáira. Először is a magyart nem lehet kiírtani. Ezt jobb, hogyha most is tőlem tudják meg, mert tényleg nem lehet. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi címerünk tökéletesen magában foglal, azt ami miatt nem lehet. Hát ugye egyszer van, ezt gondolom ismerjük a címerünket. Hát nem véletlen, hogy megszüntették egy ideig. Egyszer nem lehetett használni. Tehát itt arról van szó, hogy ha én lerajzolom ezt a jelet, akkor ez minden ókori, tényleges birodalomban, ez a magának, a földnek, az országnak volt a jele. Ha én erre ráteszek egy 2-es keresztet, azt jelenti, hogy egy G betűnek a rovás írásban ott van a jele. Na most ezt, ha én kiolvasom, ezt mindig is így olvasták ki, hogy egy. Mert mindegyik betűnek az elejére tették az E betűt. Ez mit jelent az egy a régi magyar nyelvben?
Az Istent jelentette, és azt, hogy szent. Tehát ez mit jelent? Ez milyen föld? Szent föld. És mi? Szent föld, bocsánatot kér. És mivel van lefedve? Azzal a szent földdel. Érthető? Tehát itt nagyon vigyázzunk, mert itt nem egy-két dolgot fedtek le, itt az egészet lefedték. És minden vonalon észre lehet venni, hogy mit mivel fednek le. Tehát minden esetre már lehet érezni, hogy itt egy rendkívül fontos dologról van szó. De ez csak az egyik fele. A másik fele, most ezt letörlöm. Tehát a másik fele, ugye az pedig 1, 2, 3, és hát ugye ez most az, ezek a pirosak, a többi az az ezüst. És akkor itt van a negyedik. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez maga, ez a négyesség, ez a hullám természetű lét. És ez micsoda? Ez a megszentelt statikus lét. Most egy nemzet, amelyik egyenlő arányban tudja változtatni a dinamikus létét, meg a statikus létét, azt hogy akarják elpusztítani? Ezek megőrültek. Hát fogalmuk nincs egy nemzet működéséről, de a világ működéséről sincs. Ezek a holnapig tartó haszonszerzés, ez minden horizontjuk. Semmivel se több. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy egy ilyen nemzetet el lehet pusztítani, hát az tényleg megőrült. Sőt, minden ilyen megpróbáltatás után bölcsebben újul meg, mert a megújulás azt jelenti, hogy hol eltűnik a szemük elő, akkor energiaformában él tovább. Hol utána megint megújul, és akkor megint testet öltve és statikus formában. Tehát ez a kettő, ez egy pulzálás. És utána lehet ezt tovább folytatni, de ez most nem a mai témánk. A lényeg az tehát, hogy a Trianonban valóban tria és non a lényege. Ezt már nagyon sokan leírták, elmondták, ez egy háromszoros nem. Itt a legfontosabb nem az isteni tervre történt. Tehát amit az Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza szét. Ezt a házasságról fogalmazta meg, ha jól emlékszem, maga Jézus. De erről van szó. Egyébként tökéletesen az ember ismeri a Kárpát-medencét, hát azt tudja, hogy ugye egy egység bejön ide a Duna, és két részre osztja. Ugye tudjuk a körtáncokból, hogy a Dunán túl érésze az egyik irányba, azt hiszem ebbe az irányba folyik, ebbe meg ebbe az irányba folyik. Tehát tökéletesen lehet érezni. A Dunán túl a női komponens, a Tiszán, tehát általában a Duna-Tisza köze és a Tiszán túl az a férfi komponens. Így is viselkedik. És a kettőnek az arányos együttléte az adja a teljességet. Tehát a yang és a yin itt együtt működik. És van egy rész, ez itt van, ugye Erdély, tehát azon belül, ez a történeti Erdély. Tehát azt jelenti, hogy a királyhágótól, tehát nem a, hogy mi a párciummal együtt, hanem királyhágótól. Az pedig mindent kicsiben tartalmaz. Tehát az a rezerv, az a tartalék. Nem véletlenül, hogy azt támadják iszonyatos erővel. Tehát ez felel meg a kisagynak, mert ez tulajdonképpen egy koponya, amit itt látunk. Ez a kisagy itt van a nyugati teremen, itt van a racionális gondolkodásnak a helyszíne. És itt meg a megfelelő helyeken, ugye a megfelelő részek. Tehát azt jelenti, hogy minden tekintetben egy szerves egység. Aki ezt szétveri, szétdarabolja, az tényleg Isten ellen való vétket követel. Tehát az első nem az az isteni ütterre szól. Ha valakinek számára ez nem reális fogalom, vagy nem tud vele mit kezdeni, hát az eleve már nem is tekinti ezt tételnek. Na most a második az az eszélyességre. Tehát azt jelenti, hogy az értelemre, egy hatalmas nem. Hiszen ezt pontosan tudták, hogy ha ezt felosztják, akkor az egyes részek önmagukban életképtelenek lesznek. Egyébként éppen ezért is osztották föl. Tehát az észszerűség azt diktálná, hogy egybe maradjon, mert mindent meg tudnak termelni, amit itt termelnek, annak arra itt van szükség, amit itt termelnek, arra itt van szükség. Tehát egymásra utalt népek és csoportok, semmit nem kellett volna behozni külföldről. Semmit, de semmit. De szavakat sem, hogy érthető legyen. De úgynevezett szellemi termékeket sem. Tehát amit ide behoznak, az mind szemét. Tehát nem a helyén van. Mi a szemét? Az, ami nem a helyén van. Tehát ez mindenre érvényes, akármi a szemét.
Mert ilyen nem volt valaha egy háztartásban, hogy szemét. Tehát gondoljunk egy falusi háztartásban, ilyen nincs, hogy szemét. Hát hogy? Az visszaépül a természetbe. Tehát olyan van, hogy emésztőgödör, olyan van, hogy domb, hát hiába mondja szemétdombnak, az utána szépen beépül a természetbe megint. Tehát lesz belőle trágya, semmi nem veszett kár. Miért? Mert eleve ilyet nem is készítettek. Tehát eleve semmi sem egyetlen célra készült, hanem minden sokféle célra. És ameddig tartott, addig mindazon célokra használták is. És ha történetesen eltört vagy elavult, mit eltüzelték. Hát semmi nem került. Tehát most tessék megnézni ezeket a szemétdombokat. Nem is kell, kimennek egy erdőbe, tele van szeméttel. Tehát egyszerűen nem tudják fölfogni, egy önellátó rendszer, az mint ami a Kárpát-medence, semmiben nem szorul behozatalra. Minden kőzet megvan itt, ami a világban egyáltalán létezik. Aztán mindenféle energiaforrás megvan. Tehát nem csak a szén van meg, nem csak a mondjuk olaj van meg, hanem, mert ezek másodlagosak, és egyáltalán nem is lenne szabad őket bekapcsolni, hanem hát az erdőségek bőven eleget hullatnak le ahhoz, ezeket ma ott hagyják természetesen. Ahhoz, hogy az a tüzelőigény mindenki számára biztosított legyen, amitől hát természetesen visszatérül minden a természetben. Ez hamuformában megint belemegy a trágyaanyagba, tehát amivel a földet lehet javítani. Tehát semmi nem vész kárba, nem marad hulladékként, szemétként. Na most jelenleg mindegyik behozatalra szorul. És honnan? Azokból az országokból, ahol azok az urak, akik a békediktátumot diktálták. És ez a baj, hogy egy tótot nem lehet meggyőzni róla, hogy ide figyelj, most szórakozol. Hát az a terület nem lehet önellátó. Nem majd akkor újabb területeket fog tőletek elrabolni. Tehát egész egyszerűen nem lehet neki megmagyarázni, hogy semmi értelme nincsennek. Úgy használhatta valaha is a nyelvét, ahogy akarta. Egy Csontvárival foglalkozom, Csontvári Kisszebenben született. Saját maga írja, Kisszebenben Tóth iskola volt és német iskola. Nem volt magyar iskola. Ez nem kis település volt. A magyar királyság területén egy magyar városban nem volt magyar iskola. És ezek sírnak. Nem volt. Miért? Mert a népességnek az a része, amelyik, hát hogy mondjam, beleszólt a hatalomba, az úgy gondolta, hogy ha valaki magyar, menjen át a következő faluba, vagy menjen le az Alföldre. Neki is le kellett menni az Alföldre magyar szóra. Tehát itt szó nem volt olyan típusú elnyomásról, hogy Tóth tehát köteles magyarul tanul, és nem tanulhat saját anyám. Dehogy nem tanulhatott. Ameddig akart, addig tanult. És ugyanez is a románok, egyáltalán nem is engedték, hogy a tanfelügyelő, erre nagyon pontos adataink vannak, hogy Magyarországból tanfelügyelő, most tessék figyelni, olyan munkatársat is alkalmazzon a felügyeletnél, aki tud románul. Nem tudom, értjük-e? Tehát szigorúan tilos volt, és ezt törvény szabályozta, hogy szigorúan tilos a felügyeleti szervnek olyan munkatársat alkalmazni, aki tud románul. Miért? Mert az belát a kártyáik közé. Érthető? És hát ők már akkor azt a hamis történelmet tanították, amely a magyar ellen, mint valami sátáni erő ellen uszította a magyar királyság területén a románokat, tulajdonképpen oláokat, mert akkor tájt vették fel a román nevet. És ha ebben mi belelátunk akkor esetleg eszünkbe, hogy talán már ne haragudjatok, hát akkor legalább menjetek ki a saját királyságotokba, a regádba. Hát ha ennyire akartok dákok lenni. És ha meg tényleg dákok akartok, akkor viselkedjetek dák módra. Hát tudni, a dák egy becsületes nemzet volt, egy hazájáért kiálló nemzet volt. Na most ilyen a román? Minden egyes négyzetmétert súlyos hazugságokkal szereztek meg, súlyos árulásokkal és hitszegésekkel. Egy négyzetcentiméterjük nincs becsületes úton megszerezve. De a legarcátlanabbal, és a leghívebb szövetségesüket, aki a legtöbbet adta nekik, meghívták a vezérkart 1944. augusztusában, és ott lemészárolták a német vezérkart. Úgyhogy majd megnézhetik, hogy a németek hogy fogják, mert a német nem felejt, az nem bocsát meg.
ezt még egyszer nagyon meg fogják tapasztalni. Szóval ilyen fokú aljasságot, hogy azt, akinek én mindent köszönhetek, és hát ők sokkal intenzívebben, nagyobb hadseregrészekkel segítették Hitlert, mint a magyarok. Hát hiszen jobban föl voltak fegyverezve. Hát ők a két világháború között úgy fegyverkeztek, hogy akartak. Nekünk rendkívül szigorúan meg volt szabva, hogy mennyi lehet puskában, milyen típusú lehet a puska, mennyi lőszert lehet vele tartalékolni, egyáltalán milyen mozgójárműveket lehet használni, abból mennyit lehet, milyen méretű, mindent. Tehát amikor én ezt elolvastam, én komolyan mondom, időnként letettem, mert egyszerűen nem bírtam magam. Az olyan vérlázító aljas. Szóval egyszerűen halálra ítéltek egy nemzetet. És az, hogy mi életben maradtunk, az két óriásnak köszönhetjük. Az egyiket Teleki Pálnak hívták, a másikat Bethlen Istvánnak hívták. Mind a kettő erdélyi volt egyébként. Mind a kettő, hát elsősorban természetesen a Jóistennek. De az, hogy egyáltalán volt annyi erő bennük, Hogy ezt a nemzetet, hát gondoljunk arra, hogy pályaudvarok tele voltak vagonlakókkal, de tel is tele voltak. Olyan munkanélküliség volt, hát hogy adjanak munkát, mikor a nemzetnek teljesen jogtalan, hatalmas jóvátételeket kellett fizetni. Mi az, hogy jóvá? Én fizetek a rablónak, érthető? Tehát de hihetetlen. Egyszer olyan a dolog, hogy az ember azért viszonyog attól, hogy kézbe vegyen egy ilyen könyvet, még én is bizony viszonyogok. Mert egyszerűen elönt a hullám a dű, és le kell csillapítanom magam. Mert hihetetlen, hogy milyen aljaság. Tessék, parancsol. Kecskeméti repülőtereken átállás után felségeket, mert gépekkel maradon baszták le. Igen. Ez egyébként az a két gép, azt hiszem kettő, nem is emlékszem a hány, amely Kassát bombázta, hogy bennünket beugrasszon, azt meg román repülőtérről engedték. Azok német gépek voltak egyébként. Tehát itt, de hát Nagy Imréket hova vitték ki? Természetesen. Tehát azt a regátba vitték ki, nem merték Erdélyben tárolni őket. Kivitték a regátba. Na, ennyit akkor a szűkebben vett trianoni kérdésről. Tehát még egyszer elmondom, tényleg nagyon kell, hogy tudjunk róla, létezik ez az áradék. Soha nem vonták vissza, mai napig teljesen alaptalan a békediktátum, soha nem lépett érvénybe. Tehát jogilag teljesen alaptalan, érvénytelen, semmilyen más alapról nem szabad elindulni tárgyalásnál. Meg lehet találni, tessék, megkeresni, megtalálható, vagy Raffay Ernőnek valamelyik könyvében, vagy még egy könyvet tudok ajánlani, nagyon jó és tényleg nagyon hát meggondolkoztató adatok, egy Vecseklői József. Vecseklői József. Vecseklői. Azt hiszem Y-nal, de erre nem merek esküdni, tehát lehet is. És József. És az a címe, hogy Trianon, gondolatjel, nemzetgyilkossági kísérlet. Nagyon nem szeretik ezt a könyvet. Mert ezek után, hogy adjuk be azt, hogy ami 33 után, az az egyetlen nemzetgyilkosság kísérlet, mikor még akkor nem is volt nemzet. És ez viszont kemény tényekkel bizonyítja, hogy minden egyes határozat olyan volt, hogy ha csak egyetlen egy ezek közül teljes értékűen érvényesül, már abba belehalt volna egy nemzet. Tehát ha mi tényleg nem fölülről kapnánk a védettséget, már réges-régen nem lenne magyar a világon. Olyan mérték az aljasság. És akkor a három nemből még csak kettőt említettem, a harmadik pedig az emberiesség ellen. Falu közepén húznak meg határt. Akkor olyan patak, amelyik hát kis ilyen papírhajókat is nehezen sodor, mint hajózható határ. Ilyen a Ronyva, ilyen az Ipoly, mai napig egyik sem hajózható. Tehát teljesen nyilvánvaló hazugság, nagy igazság. Szlovákok azt mondták, hogy vagy csehek, hogy az hajózható. De úgy volt eladva. Na most az egyik, aki a győztes hatalmak részéről,
hát képviselte az ő országokat, az egy, mindjárt mondom a nevét, azt hiszem Lloyd George volt az angol részről. Mindesetre ő nyilatkozott valamikor még a 20-as években, vagy a 30-as évek elején, abszolút hivatalosan, akkor már nem volt miniszterelnök, és azt mondta, hogy ha mi tudtuk volna, hogy mekkorákat torzítottak az adatközlőink, soha nem írtuk volna alá. Hivatalos nyilatkozat. Na most, és helyesbítették? És helyrehozták? Hát nyilatkozni könnyű. Tehát ezt nem lehet annak fölfogni, hogy egy nem bocsátkérésről szó se volt. Csak annak a bevallására, hogy tudatos megtévesztés áldozatai voltak. Azt hiszem ezt is használja, ezt a kifejezést. Tényleg, tudatos megtévesztés áldozatai. Ki kérte őket, hogy áldozatokká váljanak? Miért nem néztek utána? Ott voltak nekik, készen. A kiváló tudósoknak a teljesen elfogulatlan, kiváló véleménye. Na most ehhez még egyet kell tudni. A magyar királyság számára, most nagyon fontos, hogy jól fogalmazunk, a magyar királyság számára mikor fejeződött be az első világháború? Mikor és hol és milyen, hát hogy mondja, erről van szó. Köszönöm szépen. Pádovai egyezménnyel. Na most a Pádovai egyezményt lehet olvasni teljes szövegét, nemrég adták ki azt a könyvet, amelyik erről szól. Páduainak írja, mert ugye a németesen ezt Páduának ejtik. Na most, ebben az egyezményben mekkora területi veszteségeik voltak a magyar királyságnak? Egy négyzetcentiméter sem. Tehát mi úgy fejeztük be katonailag az első világháborút, hogy fegyverben állt a teljes honvédségünk, és semmiféle területi veszteségünk nem volt, magyar katona külföldön állomásozott, és külföldi katona nem állomásozott Magyarország területén. Ez volt az első világháború lezárása. Na most, hogy sikerült elérni mégis, hogy Trianonban az lett? Na most, erről van szó, tehát belső rohasztás, a szó legszorosabb értelmében, lefegyverzése a hadseregnek, és ez azt kell tudni még, és ezek tényleg elég lényeges tudnivalók, hogy a osztrák-magyar monarchiának kétféle hadsereg típusa volt. Az egyik a közös hadsereg volt, ezt nevezték rövidítve KUK-nak, ez a Kaiserlichen Königliche, tehát császári és királyi hadsereg. Na ez a közös hadsereg, tulajdonképpen ez állt harcban az Antanttal. Tehát miután államformát tekintve, ugye közös volt a hadügy, a külügy és a pénzügy. De ez a három volt közös az osztrák-magyar monarchiában. Tehát a hadügy az a közös hadseregnek a hadműveleti sorozata volt. És így is kötöttek fegyverszünetet Páduában. Az aláírók között többségében osztrákok voltak, egyetlen magyar volt, ő hozta haza az egyezményt. Most a neve nem jut eszembe, de megjelent a könyve még a 20-as években, és utána most újra kiadták. Páduai egyezmény, azt hiszem ez a címe a könyvének. Na most lényeg a következő, emellett volt Ausztriának is külön egy honvédsége, meg Magyarországnak is külön egy honvédsége. Tehát ez azt jelentette, hogy két típus volt, volt a közös, meg volt a külön-külön. Na most a magyar honvédség hivatalosan senkivel nem állt hadban. Ugye, mert csak az osztrák-magyar monarchia állt hadban, és annak volt a közös hadserege. Ugyanis eredetileg már ezt 67-ben a kiegyezéskor nagyon bölcsen úgy kötötték meg az ide vonatkozó egyezményt, hogy tudnélik, jobb vigyázni a sógorra. Legyen egy önálló vezényleti nyelvvel, magyar vezényleti nyelvvel, magyar kiképzéssel, legyen egy honvédségünk. Mit lehet? Na most ezt csak azért kell elmondanom, hogy a magyar honvédség harcra készen, fölfegyverezve, veretlenül, itt állt készen arra, hogy felvonuljon a történelmi Magyarország határain, és megvédje a saját családtagjait. Egyetlen dolog hiányzott, micsoda, a legfőbb hadúr hadparancsa. Ezt a hadparancsot... Ezt az még nem ő volt. A legfőbb hadúr az a magyar koronázott, szent koronával koronázott király. Az ő hat parancsa nélkül egyetlen puskalövés nem történhet, a nemzeti.
Tehát a honvédség, a magyar honvédség kötelékében. Tehát csak az ő parancsára vonulhattak fel a határ, minden a határokra, minden készenlétben állt. Az akkori miniszterelnök Vekerle Sándor, W-vel írja a nevét, a Vekerle telepetről róla nevezték, egy nagyon kiváló ember volt. Ő volt akkor az utolsó miniszterelnök volt, aki még magyar volt, és tényleg magyar érdeket képviselt. Na most ő ott megírta az emlékiratait, tehát ezt lehet olvasni magyarul, megjelent ez a része, amit most idézni fogok, megjelent a Hunniában is. Nem kell félni a Hunniától, természetesen támadják, iszonyúan fröcskölnek, ha meghallják, fröcsköljenek. Ehhez viszont joguk van. De semmi gond, a Hunniában megjelent a teljes idevágó rész egy az egyben, tehát nem hurtítva, nem hozzátéve. És ebben mit ír le Vekerle Sándor? Hogy ott éjszakázott már a király előszobájában, hogy kicsikarja tőle a hadba hívó hat parancsot. És nem adta ki, és húzta az időt, és megint nem adta ki, és megint húzta az időt, és végül megszökött valamilyen rejtekajtón. Na most, ez ténykérdés. Na most ez azt jelenti, hogy minősített hazaáruló. Érthető? Egy szemében ő felelős Trianonért. Ha akkor kiadja a hat parancsot, egy veretlen és családját védeni halálig kész hadsereg fölvonul a határokra, itt egy szőrös talpú be nem teszi a lábát. Hát pontos leírásaink vannak arról, hogy milyen állapotban volt a román hadsereg, amikor bevonult Kolozsvárra. Hát egy hihetetlenül lezüllött, semmi, tehát mit mondjak, hát kóbor kutyák szintjén felfegyverezve, és hát ami a harckészségüket illeti, ott egy puskalövés eldördült volna, ezek meg nem állnak Bukarestig, de lehet, hogy a tengerig. Tehát aki ezt megakadályozta, az a negyedik Károly, akit aljas módon boldoggá avattak a magyarság ellenében. Határozottan ki kell jelenteni, aljas módon. Erre nincs mentség. Semmiféle mentség nincsen. Na most ez azt jelenti, hogy ez után került sor arra, hogy itt kormányváltozás legyen, pontosan egy maffia magához ragadta a hatalmat, hazakerült ez a bizonyos Pádolyi Egyezmény szövege, és a szeme láttára vágta a szemét kosárba Károly, mert akkor már ő volt, aki aztán tényleg, hogy mondjam, foroghat a sírjában, mert ha valaki hazáruló volt itt, akkor Károly Mihály az volt. Egy sötét gazember volt, aki eladósodott odáig, hogy már a birtokai tulajdonképpen nem is az ő tulajdonai voltak, és erre meghirdette, hogy földet oszt. Szóval egy gátlástalan aljas gazember. Most ennek szobra áll a parlament mellett. De Teleki Pálnak nem állhat szobra Budapesten. Ez csak azért, hogy érezzük, hogy milyen hatalom van jelenleg Budapesten. Na most az a példa, amit itt hallottunk, most hirtelen a Lindner Béla volt. Az a hadügyminiszter első dolga volt lefegyverezni a magyar honvédséget. És abban a pillanatban ki voltunk szolgálatban, addig jöttek be, ameddig óhajtottak. És az a Károlyi, aki ugye szemétkosárba vágta a Pádolyi Egyezményt, az levonult Szabadkára, és ott Belgrád, bocsánatot kérek, így van, Belgrádban, helyesbitek, így van. És arról írja le a Szent, azt hiszem a Bertelló volt akkor az ottani, aki a francia kihelyezett. Mert több francia ilyen vezető volt, katonai vezető, akivel tárgyalni kellett, ő volt az egyik. És ahogy leírják szemtanúk, következő volt, este érkeztek meg, egy kis csapat volt, nem is tudom, ami 5-6 ember volt, Károlyival együtt, és akkor ezeket így sorba állította a fogadóhelyen, ez a nevezük Bertelónak, azt hiszem ő volt, de nincs jelentősége a névnek, és akkor egy ilyen lámpával is sorba ment előttük, így először az egyik oldalról, utána a másik oldalról, így megint, utána odállt, és azt mondja, maguk mint zsidók? És akkor elkezdtek így hápolni, hát igen, jó, köszönöm szépen. Pontosan tudta, hogy itt magyar érdeket innentől kezdve senki nem fog képviselni, azt diktál, amit akar.
És innentől kézdve tényleg az diktáltak, amit akartak. Most ezeket név szerint ismerjük. Ezek bizony tényleg azok voltak. Itt nincs mese. És hát nyilvánvalóan mindegyik mellé lehet egy becsületes zsidót is beírni egy névsorban, de attól még Trianon nem fog megjavulni. Tehát itt bizony történelmi bűnök vannak, igazán van mit lefedni. És majd egyszer ezekről is nyilvánosan fogunk beszélni. Egyelőre publikálni már publikálták ezeket a tényeket, de meglehetősen zárt körben ismeretesek. Tehát már publikált tények. Tehát ezeket kell tudni minden magyar embernek, mert mi tényleg vállaljuk a keresztutat, tényleg vállaljuk. Tehát ez azt jelenti, hogy Mátyás óta keresztutjárás történik a magyarok részéről. Na de akkor ezt tessék így megfogalmazni, és akkor tudja az ember, hogy ez valami ért történik. És minden keresztutjárást a végállomásáról tudunk visszafelé minősíteni, tehát a feltámadástól. Ez azt jelenti tehát, hogy ha tudom, hogy keresztútjárás van, akkor tudom, hogy van feltámadás. És akkor én nekem ebből kell értékelni minden tettet, és akkor nem síránkozok azon, és főleg eszem ágában sincs semmiféle gyűlölködés, hanem azt mondom, hogy egyetlen dologra kell figyelni, javul ezáltal az emberiség, vagy nem. Tehát fölemelkedik-e egy emberi szinten, mert jelenleg nem ott vannak. Nem ott vannak. Inkább sérülnek. Most ez az, amiről eltérnek a vélemények, hát mondjuk én hallottam Tőkés püspök urat úgy nyilatkozni, hogy hát az volt a reményünk, hogy mi fogjuk majd, ugye mint egy határa hát ölel magába bennünket, hogy a románokat emberi szintre emelni, és sajnos nem így történt, ők balkanizálnak bennünket. Na most Tőkés püspök úrnak nyilván minden joga megvan így nyilatkozni, de én hozzáteszem, én is járok, én eleget járt, nem igaz. Nem igaz, mint ahogy az sem igaz, amit ő a december 5-e után nyilatkozott, és nagyon rossz, hogy így nyilatkozott. Adott alkalommal majd szóban is megemlítem neki, nagyon rossz, nagy kárt tett azzal, hogy és hogy nyilatkozott. Egyből még azon az estén lehetett hallani, saját fülemmel hallottam. Azt mondja, úgy látszik, hogy a magyarok a zsebükben hordják a szívüket. Nem igaz. Ha valakinek nekik kellett volna tudni, hogy itt a népi demokráciából egyenesen a gépi demokráciába jöttünk át, és ő, mint nemzetközi szinten tájékozott ember, pontosan tudhatta, hogy mióta géppel értékelnek szavazatokat, egyetlen egy választás sehol a világon nem volt hiteles. Egyetlen egy sem. Tehát mindegyiket előre programoztak, hogy milyen ügyesen leplezték ezt, az egy külön kérdés. Most az ukránoknál például bedobták a nagy, hú, most ők nagyon ügyesek, haj, meg frászkarikát, a végeredmény volt eleve bediktálva. És csak három fázisban csinálták, és közben ők meg tomboltak, hogy milyen nagyszerűek. Szóval őket sokkal jobban átvertek, mint bennünket. És ezeket azért jó tudni, mert nem lehet egy nemzetet felelőtlenül kétségbeesésbe hajtani. És főleg nem akkor, hogyha valaki szellemi vezető. Tehát püspök, és ugyanakkor hát a magyarságnak olyan szintű képviselő, hogy a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke. Nem lehet. És ezt meg kell vele értetni, ez egy felelőtlen nyilatkozat volt, és ráadásul nem is igaz. Tehát december 5-e óta sokkal intenzívebbé vált a magyar-magyar kapcsolat, sokkal többen mennek ki a határon túl a belső Magyarországból, és ingyen, és nem fogadva el semmiféle, még úti költséget se, nyugodtan többes szám első szemében mondhatom, soha még ennyire nem volt magyar-magyarral összekapcsolva, és a jót vinni egyik részre a másikra, mint most. Ezt nem azért mondom, és köszönjük meg Csótányéknak, de pont az ellenkezőt értékel, mint amit akartak. És az meg teljesen nyilvánvaló, hogy akik már eleve jogszerűen magyar állampolgárok, hát ez nem népszavazással fog eldőlni, hogy azoknak megadjuk el az állampolgárság jogot, mert ez soha nem volt népszavazás kérdés. Ők azt akarták, hogy Trianont a jelenlegi választópolgárokkal hitelesítsék. És hogy ez mennyire eleve eldöntött volt, hogy mi lesz a választások eredménye, már a másnap a szerbek az ottani magyaroknak mondták, na ugye, hogy nem kelletek a magyaroknak, na ugye, hogy nem kelletek. És már másnap, tehát még nem is volt meg az értékelés, már tudták a végeredményt.
Tehát ez nem igaz, ezt játsszák el, vagy szórakozzanak, akikkel akarnak. Semmi köze nincs a valódi véleményhez, tehát ahogy az ország vélekedik, annak, amit a gép kiköpött magában. Semmi köze nincs, de beszélő viszonyban sincs. És ezeket azért kell, nem lehet elégszer elmondani, mert ha valaki egy ennyit ért a számítógéphez, és nézte a választásokat a tévé képernyőjén, hát az emlékezhet rá, így mentek állandóan az eredmények. Hát itt csak akkor megy, hogyha előre beprogramozom. Hát egyébként ilyen kilengések vannak. Semmiféle kilengés nem volt. Ugyanaz ment tovább. Ez volt az előre beprogramozott. Hát közben már annyi ilyen számítógéphez értő ember volt, utána meg még több. Mondta, láttad? Láttad? Persze, hogy láttam. Ki nem látta? Hát aki vak, vagy aki nem akarja látni. Hát teljesen egyértelmű volt a programozottság. És minden esetre már túlságosan közel került egymáshoz a határon túli magyar és a benti magyar. Éket kellett verni közéjük. Ez volt az egyetlen igazi, rövidtávú cél, a hosszú távú pedig, hogy igazoltatni velünk Trianont, hogy na ugye mondtuk, hogy nem kell nektek a határon túli magyar. Tehát egy fenékig aljas tevékenység visszahullott rájuk. Szeretetté vált az, amit ők gyűlölködésnek akartak elindítani. És egyetlen olyan eset volt Erdélyben, amikor kiírták, hogy magyarországi magyart nem szolgálunk ki, azt is provokálták. Megvan pontosan, hogy ki volt a provokátor. Név szerint megvan. Igen? Ugyanez a játék zajlik ezzel a gépi szavazással, amikor egy tévébe bedobnak bizonyos persze, esetek, persze, előre legvár, persze. És ugyanezt lehet látni mindig már az elején. Hát, teljesen nyilván. Hát aztán az, hogy most milliárdos tétel, mondjuk az a lottó, hát teljesen nyilván, teljesen átlátszó a trükk. Én nem tudom, hogy kit akarnak megtéveszteni. A másik pedig az, hogy én ma történetesen ebéd közben kénytelen vagyok hallgatni a rádiót. Már ez egy aljasság. Nem tudok bemenni egy helyiségbe, hogy ne nyomják tele a fülem kakaóval. Ezzel ez idióta tudat, hogy mondjam, torzítással. És akkor nyomják a fülembe a következőt, hogy ha megmondasz egy semmi idiotizmust, hogy amit most hallasz, akkor azt melyik idétlen bit mester hát nyekergi, ha megmond, akkor kapsz 5000 forintot. És akkor az ember eltűnődik, hogy nekem mennyit kell dolgozni ezért az 5000 forintért. Akkor azt mondja, ha még megmondod a következőt, hogy mit tudom én, dorombon játssza-e vagy, és akkor mondd egy másikat, akkor kaphatsz 50 000-et. És akkor azt mondja, ha még a harmadik, nem vicc, amit mondok, akkor kapsz 1 000 000-t. Kinek a pénzéből? Engedelmet kérek, kinek a pénzéből? Hogy lehet az, hogy ő ennyiért 1 000 000-t kap, én nekem meddig kell dolgozni 1 000 000-ért? És hogy jön ehhez hozzá? És ez teljesen nyíltan és naponta, és ez most a Juventus Rádió. Ugye, de hát ez mindegyik a maga körében. Hát hány millió folyik itt el? Hát hány hajléktalant lehetne ebből hajlékhoz juttatni? Hány munkanélkülit lehetne emberi szintre emelni? Hát ne szórakozom, erre mondják, hát ez kicsi összeg. Tényleg kicsi? Jó, adják ide, majd én elosztom másodlagosan. Jó? Ne szórakozzunk már vele, amikor naponta milliós nagyságrendeket kapnak, semmiért. És ráadásul még itt is üvölt, hogy saját maguk osztogatják. Hát akkor ne szórakozzunk már. És akkor jönnek az ilyen balekok, mikor lehet látni, hogy szerencsétlen, tényleg nem tud semmit. De arra az egy kérdésre kihúzzák belőle a választ. Miért? Mert ő a díszgólj. Ő megkapja azt a pici kis összeget, hogy legyen már valaki olyan is, akiről elhisszük, hogy spontán. És akkor még rá lehet mondani, látjátok, ilyen hülyék vagytok magyarul. Hát ilyen picik, szóval ennyit tudtok. Na ennyit akkor erről. Én nem akartam ilyen hosszan beszélni Trianonról, de az a benyomásom, hogy alapkérdésekben tájékozatlan. Még egy nagyon jó szándékú társaság is. Tehát ha a távlatait akarjuk megnézni, akkor viszont azt kell tudni, hogy jelenleg a következő államok vesznek bennünket körül. Ausztria, ez lényegileg azonos azzal, amelyik a trianoni diktátum idején létezett. Más kérdés, hogy ennek most mi a megítélése, mint sógorságnak, meg mint eredetileg egy országban élt hát partnernek. Szóval végül is a Trianonban a legaljasabbul az osztrákok viselkedtek. Tehát az erkölcsileg egyszerűen minősíthetetlen.
És ráadásul még pontosan tudjuk, mert ezek mind írásban, dokumentumokban, hiteles, eredeti dokumentumokban olvashatók. Mivel indokolták, hogy magyar falvakat is hozzájuk csatoltak? Ott a nyugati határszélen. Mivel? Azzal, hogy úgy kell meghúzni a határt, hogy magyarok ágyúval ne tudják elérni Bécset. Érthető? Ugyanakkor, de hogy miért lőnék Bécset magyarok ágyúval, erre nem volt válasz. Kettő, Budapestet érdekes módon lehet, az lőtávon belül van a csehszlovák ágyúknak, mert az ott volt, ma is ott van, csak hát ma ahhoz sokkal nagyobb a lőtávolság. Az senkit nem érdekelt. De az, hogy Bécs ne legyen ágyúzható magyar felségterületről, ezt egyszerűen az ember, szóval tényleg olyan mértékig aljasak és hazugok, hogy az ember elámul és nem tud, szóhoz se jut. És ők már is becikkezték. Szóval ez az, hogy kicsit hazudni nem szabad, kicsit aljaskodni nem szabad, mert az azonnal lelepleződik és azonnal visszaveri. De ha ekkora mértékűt, akkor az ember egyszerűen elámul, és azt mondja, hogy ez ilyen nincsen. És 85. éve van. Van. Na most ezt Kis Dénes ott elmondta, hogy hát azért mi most nagyon benne vagyunk abban, hogy tényleg túléltük. És tényleg túl is fogjuk élni, és ez nem kérdés. De azért ne felejtsük el, és hogy ez történelmileg tényleg nagyon rövid idő. Valóban az. De már több, mint fele idő óta tart Trianon, mint a török megszállás. Mert az ugyan több volt, mint 150 év, tehát itt nagyon labilisak a határai, honnan számítjuk és meddig számítjuk, de már akárhogy számítjuk, már túl vagyunk a felén. És azért nem lehet végletekig, hát hogy mondjam, hurcolni, meg görgetni egy ilyen, az egész emberiséget érintő világháborút. Hát most megint egy zárójel. Olvasom ebben a könyvben, mert ebben mondom, minden benne van, csak az nem, ami a lényeg. És olvasom benne, hogy mi tulajdonképpen kikkel kötöttünk békét. Hát ez már kabaré. Tehát olyan országok, akikre nem is hallottam, mint a Guinea például, vagy Malawi, én nem tudom most kimondani, tessék utána nézni. Hihetetlen. Nem, hogy közös határunk nincs, bár lenne, hanem semmi közünk nem volt hozzá. Tehát onnan soha egy légy át nem szállt ide, soha semmiféle vitánk nem volt velük, azóta sem. De ők is aláírták. Tehát magyarul berángatni őket, és őket is ludassá tenni, őket is erkölcsileg. Szóval itt egy, mondom, olyan mérték az aljasság, ami szóval emberi mértékkel már nem mérhető. Most azért azt tudni kell, hogy vannak olyan vallás alakulatok, amelyek az első világháború végével egy új korszakot jelölnek. Most az, hogy ezzel mennyire értek egyet vagy nem, az egy más kérdés. Magával, azzal az irányzattal például egyáltalán nem értek egyet. Ez a Jehova tanúinak például az írás sem ott van. Az első világháború vége az lezárt egy történeti korszakot. Ott egy teljesen más, és a sátán elszabadult. Kétségtelen tény. Tehát ha én ezt nem Jehova tanúitól hallom, én magam is meg tudtam volna mondani, teljesen egyértelmű. Tehát az első világháború végével olyan, hogy mondjam, olyan mérce vált elfogadottá, amelyik nem emberi mérce. Azt emberileg már minősíteni sem lehet. Szóval ennek nincs előzménye. Itt valami olyan dolog történt, amikor tényleg az ember megnézi, valami most már kozmikus léptékben kellett, hogy változzon, mert ezt nem lehet pusztán társadalmi indokolással indokolni. Szóval olyan mértékű gazdasági érdek sem lett. Tehát tessék megnézni, mitől lett jobb egy román parasztnak a helyzete Trianon után? Az ég világon semmivel. Tehát azt, amit tőlünk elvettek, azt nem neki adták oda, hanem egy elhárító szervezetre, és maguk között osztották el. Hát ezt most szekuritátének nevezik, hát egymás közt persze, hogy annak nevezik, hát nálunk is ávónak nevezik. Hát mindenki tudja, hogy ki az ávos, tudom én, besugó, meg maradvány, meg egyebek. Hát ma is működik. Csak fedőneveken. Tehát ott meg a szekuritáte működik, csak bizonyos fedőneveken. Tehát ennek a felfejlesztése és ennek a napi pénzelésért, ne tessék már azt hinni, hogy ezek ingyen lesznek besugók. Hát ezeket öltöztetni kell, ezeket etetni kell, ezeknek presztist kell biztosítani, fegyverzetet.
Hát emlékezzünk vissza 89-ben itt az úgynevezett román forradalomnál. Hát olyan fegyvereik voltak, hogy a vas traverzeket átlőtték. Tehát ezeket csak Izraelben gyártották, és csak izraelieknek. Tehát ezek az amerikai hadseregben sem működtek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hatalmas, gondolhatjuk, hogy nem ingyen adták nekik az izraelik. Tehát hatalmas pénzeket kellett arra fordítani, hogy ezt az elhárító gépezetet fönn tudják tartani. És ez azt jelenti, hogy tényleg nem volt jobb. Hát ne felejtsük el, itt ott a románok a magyarokkal együtt harcoltak Ceausescu ellen. Miért? Mert semmivel nem volt jobb a helyzetük. Annyival volt jobb, hogy ők verhették a magyar nem ütetett vissza. Ennyivel volt jobb. Egyébként semmivel nem volt jobb. És az, hogy hozzátették, hogy jó, de a regátokban van, tehát tudjuk mi a regát, tehát az az úgynevezett királyi Románia, tehát a Kárpátokon túli. Na most ott minden út csodálatos európai út. Tehát ennyivel jobb a helyzetük. Na de ehhez hozzá kell tenni, hogy az, ami nagy szerencsénk, hogy nem voltak jók, az a székelyföldi utak. Na már régen elrománosították volna őket. Tehát itt ne csak a tengelyeket sirassuk, amik ott törnek, hanem azt is vegyük észre, hogy ezt tette, hát hogy mondjam, nem kívánatos helyen egyébként, mint a sáskajárás elöntötték volna őket. Hát úgy is jön, de nem olyan mértékben, azért ezt nem lehet összevetni. Tehát minden esetre zárjuk le most már ezt a témát, mert ezt az ember tragédiát, hát ez is az ember tragédiája.